érzékeli, hogy történnek a dolgok, de valahogy nem tud bekapcsolódni. Például a szorzótáblát, akármennyi felől próbálom magyarázni, nem érti. A figyelem elkalandozása nagyon sokszor felébredt, nem tudott pihenni. Érzelmeivel nagyon nehezen küzd meg, vagy nagyon hevesen érkeznek. Lehet, hogy ez egy gyerkőc ADHD-s. Megszületett, szép volt, egészséges, de valami mégsem stimmelt. Másképp aludt, másképp játszott, másképp volt dühös, és másképp volt boldog. Vendégem egy édesanya, aki most még nem szívesen adja a nevét. Először nem értette, miért nem működik mindaz a nevelés, törődés, bánásmód, ami az első gyereknél bevált. Csak annyit érzékelt, hogy bármikor elszakadhat a cérna, hogy minden másképp és lassabban áll össze, mégis valami különös zsenialitás van jelen kislánya személyiségében. A legnehezebb, amikor csak sejtjük, hogy valószínűleg ADHD, de nem tudjuk milyen mértékben, milyen egyéb tünettel kísérve. Amikor a pszichológus nem lát semmi rendkívülit, a tanító pedig nem érti, mire ez a sok aggodalom, mi pedig pontosan tudjuk, hogy lépnünk kell, mert nincs idő a tanácstalankodásra. A Mégis Podcast a Média a Családért Alapítvány és a Képmás magazin műsora a Szerencsejáték ZRT támogatásával. Adásainkat Spotify-on, a népszerű podcast applikációkban, a Képmás YouTube csatornáján és a képmás.hu podcast rovatában is megtalálják. Iratkozzanak fel, hogy az új adások megjelenéséről azonnal értesülhessenek. Köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon nehéz erről beszélni, vagy vállalható? Helyzete is válogatja, hogy mikor, hogy érezzük ezt, hogy mennyire vállalható. Azt gondolom, hogy összességében igen. Nem könnyű hír, amikor ez kiderül. Nem könnyű hír, egyáltalán nem könnyű. Úgy érzem, hogy mi így lassacskán kerültünk bele ebbe a helyzetbe, nem egy hirtelen vágással, így talán egy picit ezért ez könnyebb volt. Ahogy említettem, a hivatalos diagnózisunk még nincs is meg. Megszületett, egészséges volt, tehát úgy nézett ki, hogy minden rendben van. Igen, ez így van. Uh-huh. És mikor érkeztek az első jelek, amiről úgy érezted, hogy fura? Vagy esetleg most visszatekintve úgy érzed, hogy már fura volt? Akkor is érzékeltem, olyan másfél éves lehetett, amikor úgy látszott, hogy kezd már kinyílni számára a világ, mászik, felül, körbe tud nézni, tehát nem egy pici csecsemő, aki csak tényleg nagyon korlátozott dolgokat lát, akkor érzékeltem rajta, hogy így térdel a szoba közepén, játszik a nővérével, zajlik körülötte az élet, és hogy ez neki gyors. Egyszerűen ez látszott a kicsi arcán, hogy nem fog belőle mindent. Érzékeli, hogy történnek a dolgok, de valahogy nem tud bekapcsolódni. Aztán olyan apró furcsaságok, amit akkor azt gondoltam, hogy egyéni dolgok, egy másik gyerek másképp működik. Például ilyen előfordult nála, hogy nem érzékelte, hogy mennyit egyen, vagy mennyit igyon, és akkor nagyon sokat ivott, és azt következő másodpercben kihányta. De mintha ez nem maradt volna meg benne ez a tapasztalat, ezt nagyon sokszor megtette. Uh-huh. És egyszerűen az volt a módja, hogy kisebb pohárba adtunk úgymond telepoharat neki, vagy bögrébe. Uh-huh. Vagy bizonyos dolgok kiderült, hogy nagyon-nagyon zavarják az érintése, vagy hogyha éjszaka megizzadt és felébredt, az nagyon-nagyon zavarta, akkor nagyon sírt. Tehát, hogy ilyen apróbb jelek, hogy a világot ő a saját létét másképp érzékeli, mint más gyerekek. Mikor volt az, amikor úgy gondoltad, hogy ezzel valamilyen szakemberhez kell fordulni, vagy valakitől tanácsot kell kérni? Az másodikas korában volt. Második év végén akkor volt az első nagy lezárás a COVID miatt. Otthon voltam a három gyerkőccel, és őt kellett leginkább tanítani. A nővére, aki negyedikes volt, ő nagyjából tudta magát így rendezni, koordinálni, megtanulta a gépet kezelni. Őt viszont a kisebbiket, vele kellett tanulnom, és nagyon-nagyon-nagyon lassan ment. Tehát az látszott, hogy teljesen szétesik pillanatok alatt a figyelme, 10 percnél többet biztos nem sikerül figyelnie, de az volt a különös, az a kontraszt, hogy bizonyos dolgokban nem tudott figyelni, más dolgokban pedig olyan elmélyülten dolgozott, akár egy részletgazdag rajzon, órákon keresztül. És ez a kontraszt ütötte meg a szememet, vagy keltette fel a figyelmemet, hogy ez olyan furcsa. Mi nem tudjuk mondjuk egy matekházinál, vagy egy nyelvtannál ugyanezt csinálni, hiszen pillanatok alatt kész lenne, és mehetne a kertbe játszani, vagy bármit, amit szeretne. Az is, hogy amit az életkorának megfelelően tanulnak, például a szorzótáblát, láttam rajta, akármennyi felől próbálom magyarázni, nem érti.
akkor már arra jutottam, hogy akkor egyszerűen, mint egy verset tanuljuk meg, legalább ez a kapaszkodója meg legyen, amikor visszatérnek közösen az iskolába, és tud tanulni, és az sem ment. Tehát látszott, hogy itt valami olyan gát van, egyrészt, amit az én tudásommal nem tudunk megugrani, tehát nem tudom úgy segíteni, és ez szakember kell, és nagyon sokat olvastam az interneten, főleg angol szakirodalmat, és abból úgy lassan számomra azt kezdett körvonalazódni, hogy lehet, hogy ez a gyerkőc ADHD-s, mert hogy más elemek is bekerültek azért a képbe. Tehát az is, hogy az érzelmeivel nagyon nehezen küzd meg, vagy nagyon hevesen érkeznek a jó is, meg a kevésbé jó is. A figyelem elkalandozása, illetve az is, még nekünk akkor ez egy nehézség volt, hogy nagyon rosszul aludt, nagyon sokszor felébredt, nem tudott pihenni. 8 óránál többet biztos, hogy nem töltött az ágyában. Akkor elmentünk egy központba, időpontot kértük magánúton, hogy mérjék fel, de ott csak azzal a kéréssel jöttünk, hogy a tanulási nehézségekben állapítsák meg, hogy ő most valóban ADHD, és mi a helyzet, és hogy tudunk segíteni. Ez érdekes, amit mondasz, hogy a COVID alatt figyeltél fel rá, hogy ő másképp tanul, mint a többi gyereked, és lehet, hogyha korábban van ez, vagy korábban látod őt egész nap működni, vagy esetleg a többiekhez hasonlítva működni, akkor hamarabb rájöttél volna erre? Mert ez a tanulási helyzet volt az, ami nagyon élesen kihozta a különbséget. Lehet, hogy nem jöttem volna erre ennyire korán. Voltak addig is úgy jelek, de ez egy akkora dózis volt, ami nálam is átbillentette a kételkedést, a bizonytalanságot, abban, hogy most már muszáj csinálni valamit. Ő ezt tudja, hogy őt most azért vizsgálják, mert kíváncsiak rá, hogy mi van vele? Tudja, igen. Tehát vele meg tudtad beszélni ezeket a furcsaságait? Igen, igen. Egészen korán. Tehát amikor már elmentünk második után, akkor is beszélgettünk arról, hogy mi úgy látjuk, hogy ez valahogy nem megy, valahogy nehezített terepen mozgunk, azt ő is érzékelte. Az, hogy ő mit érzékel, az egy apróságot itt szeretnék elmondani, hogy van egy öccse, van egy nővére, és mind a kettő kitűnő tanuló volt világéletében, meg az is, meg most is, és az ottani iskolában, ahol lakunk, az a szokás, hogy a kitűnő gyerekek lent ülnek elől, mindenki jól látja, mert a többiek egy sportcsarnokban van az egész, fönt ülnek a lelátón, tehát mindenki számára nyilvánvaló, és amikor ő látta azt, hogy a nővérét kihívják, a legjobb barátnőjét kihívják, és őt viszont nem, és ott ült mellettem, és elkezdett zokogni, hogy anya, én annyit dolgoztam, és miért nem ülök ott? Hát ez egy külön fejezet, hogy mit gondolunk erről a kiültetésről. Persze, igen, ez így van. Ez a helyzet rajtam is nagyon sokat formált, mert világos, hogy büszke vagyok az én gyerekem kínül, de amikor egy másik gyerekem meg így zokog mellettem, hogy ő nem lehet, és tudom, hogy sokat dolgozott rajta. Látod a teljesítményét, abszolút. A küzdelmét. Igen, igen, a küzdelmét, igen. De egyébként az ADHD-nak elég jó a sajtója, elég jó a PR-ja, most már mindenki ráismer arra, hogy a gyereke így vagy úgy vagy amúgy ADHD-s. Az a helyzet, hogy abban a közösségben, ahol mi élünk, ez nem Budapesten van, nem Budapest környékén egy kisebb, igazából faluban lakunk, ott ez nagyon újdonság volt, amikor a tanárokkal én erről elkezdtem beszélni. Hogy egész a tanároknak nem volt erről fogalmuk? Nekem úgy tűnt, hogy teljes újdonság, amivel én előállok. Azzal kezdtük, az alapoktól, mindent olvastam róla, hogy egy kisebb előadást végül is bármikor, és mondtam, hogy ez egy fejlődési, idegrendszeri fejlődési rendellenesség. Javulni fog, hogy ezek a gyerekek általában 3-4 évvel le vannak maradva, de mégiscsak be fogják hozni. Különböző fajtái vannak, és a lányunk pont abban a fajtában tartozik, akik ez az elábrándozós. Tehát ugye a lányok általában azt mondják, hogy ez a elmereng, elveszti a fonalat, nincs jelen, bármivel szívesen elmojol, arra viszont nagyon szívesen koncentrál. Ez a típusba tartozik, nem a felugrik, és nem tud megülni a helyén, és első ránézésre ugyanolyannak tűnik, mint a többi gyerek, csak nem akar figyelni. Hát miért nem akar figyelni? Hozzá kell tenni, hogy a lányunk, amikor ezek a felmérések voltak, sok helyen voltunk, nagyon hosszú lenne talán elmesélni, de azt mondták, hogy az intelligenciája az átlagos tartomány felső részébe esik. És ebben az a furcsa csavar van, hogy ő elképesztően ügyes abban, hogy maszkírozza a helyzetet. Sok energiájába kerül, hogy úgy tűnjön föl, hogy neki ez megy, vagy közel megy. De amikor hazaér, akkor látszik, hogy rettenetesen lélekben elfáradt. Általában megebédel, és elbújik a szobájába, és általában filmet néz.
És most, hogy kamaszodik, ez hatványozottan így van, mert nagyon érzékeli, hogy ő más, mint a többiek. Egy kicsit extravagáns, vagány a stílusa is, ahogy megjelenik. Ez ő maga ezt hozza, de hogy ezzel kombinálva, hogy ő így is más, meg úgy is más, most nagyon nehezen éli meg. Az, hogy hazajött és nagyon fáradt, ez miben nyilvánult meg? Sokkal türelmetlenebb a család többi tagjának bármi megnyilatkozásával. Ha valaki hangos, azt is nehezen. Ha valaki bemegy hozzá kopogás nélkül, azt is. Tehát, hogy de akkor mi van? Mit csinál? Mit csinál? Érződik rajta, hogy ez már sok neki. Kiabál? Igen, akár. Igen. És ugye ott tartottunk, hogy mondtad a tanároknak, hogy ez van vele, és hogy lényegében te magyaráztad el nekik ezt a jelenséget. Még tényleg nagyon csodálkozom, hogy hát ez pár éve volt, szóval igazából nagyon csodálkozom, hogy nem tudtak erről semmit. Ez is megérne egy külön fejezetet, de hogy reagáltak erre, hogy te ezt elmagyaráztad, el tudták hinni, el tudták fogadni? Amikor négy szem közt beszélgettünk, akkor úgy érzékeltem, hogy ebben készségesek, vagy hogy értik, mi a helyzet, de az a furcsaság volt még benne, nem tudom, hogy fogalmazom, vagy fogjam meg jól, de hogy mintha nem lenne mégsem teljesen hihető, amit én mondok. Egy kicsit ezt a visszajelzést kaptam, hogy túlpörgöm a saját gyerekemet, hogy igazából ők látják, ők vannak vele nagyon sokat, ők látják délelőtt, ők látják, hogyan működik az osztályban, és ők az alapján szerintem azt érzékelték, hogy nincs igazán nagy baj itt. Csak egyszerűen hisztis, valami ilyesmi. És ez nagyon kellemetlen volt az a része, amikor a lányunk hazajött, és azt mondta, hogy nem is biztos, hogy jó, hogy beszéltünk a tanárokkal, mert volt, aki ezután hát még kevésbé volt megértő. Hozzá kell tennem, hogy a lányunk nagyon-nagyon érzékeny. Tehát lehet, hogy a tanár nagyon igyekezett bevonni, és külön magyarázni, és mesélt jó példákat is. De hogy ha egy-egy kis apró szúrás, vagy megjegyzés, kritika éri őt, azt nagyon magára veszi, hatványozottan, mint ahogy normálisan vesszük. Jó, mondott valaki valamit, tovább megyek, semmi gond. Nem így működik ez a dolog. Azt hiszem, hogy ez az egyik legnehezebb dolog, amikor valaki egy valószínűleg ADHD-s, mindenféle tünetek sejtetik, hogy ez a problémája, látjuk, hogy van valami baj, de mi sem tudjuk pontosan, hogy mi a baj, de közben intelligens és jól kompenzál. Igen. Tehát igazából neked szülőként, vagy nektek szülőként is nehéz lehet, hogy megkülönböztessétek azt, amikor uralkodjon magán, mert az is elvárható, vagy amikor tényleg az ő állapotával kapcsolatos jelenséget tapasztaltok. Igen. És ugyanez még sokkal nehezebb a külvilág számára. Hát ezt tanulom mindig. Ezt csak azért mondom így, mert nagyon sokszor érzem azt, hogy minden helyzet kreativitást igényel a megoldásban. A kreativitás önmagában számomra nem gond, mert egy ilyen személyiség vagyok, hogy akkor jó, ha ez nem működik, akkor kezdjünk el dolgozni azon, hogy akkor ezt az elemet beemeljük valami mást. Úgy érzem, hogy nincs helyzet, amit ugyanúgy tudnánk megoldani. Azt érzékelem vele, hogy a megoldáshoz arra tudásomra szükség van, amit már így megtanultam vele kapcsolatban, és olvastam, illetve támogatóktól hallottam, tehát gyógypedagógussal beszéltem, pszichológussal, és így tovább. Az alapminta, amivel tudok neki segíteni, amikor nagyon kiborult, amikor nagyon szomorú, akkor nagyon el van keseredve, amikor érzem, hogy így, mint amikor kiborul egy pohár, hogy akkor minden jön belőle, az első és legfontosabb, hogy ott kell lennem vele. Tehát a jelenlét. Akármit mond, akármit csinál, nem mehetek el mellőle, én anya, tehát hogy ott vagyok vele végig, amíg ez az érzelmi vihar el nem múlik. És annak van ezzel egy mintázata, az nagyon heves kitörés, után szépen elkezd lecsendesedni, van egy olyan szakasz, amikor nagyon sír, és mondja, hogy anya, én nem akarok ilyen lenni, olyan rossz ezt érezni, és utána kibékülünk. Ez körülbelül egy másfél-két óra. És ezt hogy tudod a másik két gyerek mellett megcsinálni? Tehát ennyi időd külön egy-egy gyerekre, egy-egy gyerek kirohanására nincsen? Tehát a többiektől veszed el? Ezen is gondolkoztam, meg velük is beszélgettünk valamennyit, az egy kicsit nehezebb velük erről beszélgetni. Úgy érzem, hogy a szeretetemet azért nem tudom úgy felosztani, hogy most akkor rájutott két óra, akkor a másik kettőre is kettő-kettő óra, hanem arra próbálok figyelni, hogy az a töltöttségi szintje mindenkinek meglegyen, amire szüksége van.
a fiúval egy kicsit szoktam focizni, akkor egy kicsit legózunk, megölelgetem, egy kicsit mesél, ez neki fél óra, és látom, hogy ezzel most úgy ő megvan. Köszöni, jól van. És anyából nem kell több, annyi kell, hogy én jelen legyek, tehát otthon vagyok, főzök, jövök, megyek a házban, tehát ez nem azt jelenti, hogy én kivonnám teljesen magamat a forgalomból. A nagylány, ő jelzi, amikor szeretné, és ő már 14 éves, tehát ott meg egészen másképp működik, nem csak a személyiségből adódó különbözőség, hanem az életkori. És hozzá pedig, amikor már elcsendesedett a két kisebb, és még van egy kis időm, akkor egy fél órára bemegyek hozzá. Uh-huh. És akkor belebeszélget, neki erre van igény, hogy beszélgessünk, és ketten lehessünk. Tudod, van egy ilyen jelenség, amikor valakinek kistestvére születik, és megpróbál úgy viselkedni, mint a kistestvére, hogy magára vonjon annyi figyelmet, amennyit a kistestvér kap. Igen. Ilyet nem tapasztaltál a gyerekeidnél, amikor kisebbek voltak, hogy megpróbálnak ők is valami olyasmit produkálni, mint a testvérük, hogy ők is megkapják azt a figyelmet? Olyan érdekes, hogy ezek a tünetek, meg ez a nagyon anya igény, ez az elmúlt két évben erősödött fel a lányunknál, és addig ez sokkal kiegyenlítettebb volt. Tehát az időelosztás is, hogy mennyit vagyunk együtt, kivel mennyit foglalkozok. És most, hogy kamaszodik, most érzem rajta azt, hogy ez meghatványszorul. Most több kell neki. Most sokkal több. De tudod, van olyan, hogyha van egy probléma a családban, azt a gyerekek akkor is érzékelik, hogyha kevesebb szó van róla, akkor is érzékelik, ha nem akarnak róla beszélni, és ezért van róla kevesebb szó. De tudják, hogy ehhez alkalmazkodni kell, vagy tudják, hogy úgy kell viselkedniük, hogy megkönnyítsék a helyzetet, és egy csomó ideig tartják magukat. És eljön az a pont, lehet, hogy a te lányodnál pont ez van most, hogy na jó, mostanáig tartottam magam, de most nekem kell a segítség, vagy most velem foglalkozzanak. Lehet. Egy pár év múlva, ha újra beszélgetünk, akkor meg tudom mondani, azt hiszem, de most annyira benne vagyunk, hogy nem látom teljesen. Nem látsz ki belőle. Igen, nem látod a fától az erdőt. Valahogy így, igen. És azt mondod, hogy próbáltál velük beszélgetni. Tehát miközben még te sem vagy biztos, még a diagnózisodok nincs meg, csak egy csomót olvastál, meg sejtéseid vannak, meg tapasztalataid vannak, hogy mi az, amit meg tudtál beszélni, vagy megpróbáltál beszélni a testvéreivel. Arról beszélgettünk, hogy ki mit hoz a batyuban, tehát amivel érkezik a világba. És akkor, hogy ő nekik mi az, ami jót kaptak, ami tehetség, a testvérükben mi az, ami tehetség, mi az, ami jó, mi az, amiben őket támogatja. Most pillanatilag, mint az elmúlt 2-3 hónapban, ha megkérdeznék őket, nem hiszem, hogy tudnának mondani, de ez egy korábbi beszélgetés. Most egyszerűen nehéz a helyzet, ez így van, és igyekszünk megoldani. De hogy erről beszélgettünk, tehát hogy ő, aki ADHD-s, egészen mást kapott, és ő azzal küzd, és ami neked mondjuk a legkisebbbel beszélgettem, kirázod a kis ujjadból, mindenből tényleg csillagos ötös vagy, és nem okoz neked gondot, tehát otthon azt hiszem 10 perceket tanul, és ennyivel le tudod. Neki ez sokkal nagyobb küzdelem, annyi, hogy meg is értse arról, miről szó van az iskolában. És akkor ezt érték. És akkor az ADHD-s gyerekednek az állapota, meg ezek a kiruhanásai, vagy az, hogy törődni kell vele, ez igazából őket is fárasztja valahogy, mert ugye azt mondta, hogy megkapják az ölelést, a legózást, a focizást, a kis törődést, stb., és az elég nekik, de amikor elmennek játszani, vagy csinálják a dolgukat, a leckéjüket, akkor erre az időre, erre a helyzetre is ráterhelődik az, hogy a testvérükkel meg mondjuk cirkusz van, vagy rohama van, vagy orgít, vagy bármi ilyesmi. Egyébként ez minden nap előfordul, vagy nem minden nap? Nem minden nap. Tehát nem, ez akkor, hogyha mondjuk milyen sűrűséggel fordul elő? Szerintem 4-5 naponta, hogy így. Így figyelem körülbelül. És akkor a fronttal van összefüggésben, vagy azzal, hogy nehéz napja volt, vagy mivel tudod összefüggésbe hozni, hogy így kiakad? Még nem jöttem rá. És annyira nem súlyos a helyzet, hogy ne tudjatok elmenni mondjuk utazni, vagy nyaralni, vagy társaságba, ünnepségekre, eseményekre? Változó, hogy hova tudunk elmenni, azt nagyon meg kell most már válogatnunk. Korábban mehettünk, idén nyáron már nem mentünk családi nyaralásra, de annak fizikai okai is vannak, vagy egyéb okai is vannak, anyagi része is, de inkább ez, hogy nehéz ennyire összezárva lenni hosszú időre. Tehát például az autóval való utazás is nehézség éppen ezért. Hosszabb. És osztályszituációban mitől szokott kiakadni? Hát ott tartja magát, néha úgy odaszól, vagy beszól a többieknek, de az abszolút tolerálják, hiszen így működik egy osztály, vagy szóval ez a normálishoz tartozik. Lehet, hogy kicsit hevesebben reagál, és ezt jelzi nekem, vagy ha otthon mesél, hogy a fiú például élvezik azt, hogy ő ilyen hirtelen haragú, és akkor direkt piszkálják. És azt is tudom, hogy, vagy érzékelem rajta, hogy nagyon kevés elég ahhoz.
nagyon picike szurkálódás, hogy ő ezt nagyon erősen élje meg. És az osztályával most azt mondja, hogy nincs ott senki barátom, ott nem fogadnak el engem, nem tartozom oda, és ez nagy nehézség. Tehát, hogy így bemenni minden nap egy olyan közösségbe, és ott tölteni jó sok órát. Hú, ez azért nagyon szívszaggató ezt hallani. Igen. Meg naponta úgy bevinni az iskolába, hogy tudod, hogy ez a légkör várja. Nem gondolod, hogy akarsz rajta változtatni? De igen, de szeretnénk. Egy pszichológus hölgyhez jár most szeptember óta hetente, az segítség számára. Feltérképezni, hogy erősségeket megtalálni, az, ami rossz érzéssel tölti el, akkor azt, hogy lehet elkerülni, felkészülni rá. De most ott tartunk, nagyon erősen hajlomok rá arra, hogy keresünk egy másik intézmény számára. Igen, azt a nehéz kitalálni, hogy ez a nehézség ez belőle fakad az ő személyiségéből, és hogy ugyanez a mechanizmus minden osztályban be fog-e indulni, vagy ennek a közösségnek a jellemzője. Igen, ez a dilemma abszolút. És beszélgettem is, mert egy picit éppen tegnap vele erről, hogy azért van arra esély, hogyha máshova megyünk. Lehet, hogy eleinte az újdonság miatt egy pár hónapig jó lesz, de előfordulhat, hogy ott is előjön ugyanez, ami itt is gond. Hát nem tudom, én most arra gondolok, hogy egyébként a pedagógust kéne megnézni. Tehát amit mondtál arról, hogy a pedagógus nem is ismerte ezt a dolgot, és amikor elmagyaráztad neki, akkor pedig azt mondja, hogy túlbonyolítod a gyerekedet. Tehát, hogyha egy pedagógus érti, hogy mi van a gyerekeddel, vagy tudatosabban ránéz egy osztályközösségre, vagy figyel arra, hogy mi folyik a szünetben, akkor én azt gondolom, hogy kellene tudnia ezeket a problémákat valahogy elsimítani, vagy valahogy elrendezni, nem? Számítanék erre, igen. Tehát, hogy jó volna, hogyha egy olyan intézményt találnánk, ahol ez megvalósulhat, vagy jobban működne. És hogy keresel ilyen tanárt, vagy ilyen iskolát, ahol ilyen tanárok vannak? Az első volt az, hogy megnéztem, hogy esetleg van-e alternatív iskola közelben. Fel is hívtam őket egy pár napja, de ugye ezek fizetős iskolák, így ez számunkra nem jöhet szóba. És azon túl a következő módszer az lesz, hogy járunk közösségbe, gyülekezetbe, helyi közösséget is ismerjük, helyi gyülekezetet, és ott több anyukával van jó ismerettségem, akik tudom, hogy ebből a faluból tudatosan vitték el az iskola miatt más faluba, közeli faluba a gyermeküket. És ilyen tapasztalatunk van a nagy lányunkkal, őt elvittük negyedik után, tehát ezt biztosan tudtuk, hogy őt szeretnénk elvinni, mert nagyon jó képességű, nem ez az iskola passzol neki, átvittük egy másik intézménybe, ahol ez volt az első véleménye az iskoláról ötödikesként, ugye második hét után, hogy anya itt annyira jól lenni, itt nem piszkálnak. Mert hogy az előző iskolában ott ez nagyon rendszeres volt, de elég csúnyán, tehát és nem, a tanárok nem érzékeltem úgy, hogy nagyon tennének ez ellen valamit. És amikor kértem, megjeleztem, hogy miről van szó, azt a visszajelzést kaptam, hogy ők nem így látják, vagy ezt nem látják. Azt el tud mondani ezt a folyamatot, hogy attól fogva, hogy azt gondoltad, hogy egészséges, elkezdett sejteni, hogy valami nem stimmel, azon keresztül, hogy utána olvastál és ráismertél, hogy mi van, hogy mi zajlott benned? Nekem valamiért ilyen személyiség vagyok, fontos az, hogy tudjam, hogy mivel állok szemben. És azt meg tudjam ragadni fogalmakban, kifejezésben, leírásban, pontokban akár. És nekem az, hogy sejtettem, hogy valami nem teljesen úgy működik. Először az első lépés, az első érzés az volt, hogy akkor őt biztos rosszul neveltem. De mégis éreztem, hogy ez nem lehet az, mert mindennek ellenére mégsem úgy működik. És amikor elkezdtem utána olvasni, meg beleakadtam ezekbe a leírásokba, meg az ADHD-ba, ilyesmi, biztos, hogy nem volt véletlen. Nekem megnyugtató volt az, hogy körvonalazódik, ahogy fogalmazta, mivel állunk szemben. Mert akkor már tudom, hogy induljunk el. És amikor felmérték őt először, második után, azt mondták, hogy hivatalosan nem tudják ők leírni, hogy ADHD-s, de az a hölgy, akivel beszéltem neki, és az egyik gyermeke ADHD-s, azt mondta, ez biztos, hogy az. Tehát, hogy jól gondoltam. És javasolta, hogy milyen gyógytornára vigyük el, és ez nagyon sokat segített rajta. A gyógytornászt megkértem, hogy ő is mérje fel, hogy diszlexiás, diszgráfiás-e, tehát, hogy
ezen az úton elindultunk, ha szabad így fogalmazni, profi módon. Ugye, akkor próbáljuk megoldani. Volt egy része, ami egy kicsit azt mondhatom, hogy siker történet, és annak is köszönhetem, hogy nagyon sokat kutakodtam. Említettem az elején az alvást, hogy ez probléma volt, és igazán akkor derül ki számomra, hogy mennyire nagy probléma volt, amikor megtaláltam azt, hogy az ADHD-s gyerekeket tulajdonképpen az agyuk felébreszti éjszaka, mert nem tud úgy pihenni. És a lányunk nagyon sokat panaszkodott arra, hogy én nem alszom jól, meg mindig felébredek, meg nem tudok visszaludni. Reggel felkelsz és működsz tovább, nem is értettem, hogy miről van szó. És találtam egy zenét, ami direkt ADHD-soknak raktak össze Amerikában YouTube-ról letölthető, tehát, hogy elértük, beraktam neki végtelenítve éjszakára, és azt hallgatta végig észen halkan, és döbbenetes volt a különbség, hogy hogy kelt fel utána, az első alkalom után. Most is beleborsózom. Hogy végig aludta ezzel az éjszakát? Életében először végig aludta az éjszakát 8 évesen. Azta. És éveken keresztül ezzel a zenével aludt, aztán mondta, hogy már unom anya, akkor találtunk mást, és a következő ugyanilyen nagy segítség az a diéta volt, hogy elindultunk ebbe az irányba, hogy hát, ha, mert hogy el is olvastam nagyon sokat, hogyha megvannak, hogy miket elhagynak, csomó édesanyja írt erre a blogjában, hogy mekkora segítség volt. És mi amellett döntöttünk, egy kicsit hosszú út volt, de hogy tejmentes diétát tart, 4 hónapja tartja, és nagyon aranyos ő maga, tehát elképesztő energiát fektet abba, hogy ő ezt tényleg tudja tartani, mert ő naponta 1 liter tejet megivott. Ó, szegény, de az mitől vált világos, hogy pont a tejet kell elhagyni? Ételintolerancia tesztet csináltunk meg nála, ami kihozta az, hogy a tej az okozhat gondot, illetve, hogy az ADHD-osoknál általában az egyik ilyen, hogy a tejet, a glutént, illetve cukrot elhagyják. A cukor nem okoz allergiát, viszont ugye olyan vércukoringadozást, ezért energiaingadozást okoz az agyban is, ami nagyon nem jó számukra. És a lényeg az, hogy sok mindent kihozott ez az ételintolerancia teszt, de magasan a tejet, és akkor a tej mellett döntöttünk, hogy akkor azt elhagyjuk. És a cukor és a glutén maradt? Azok maradtak, az nem volt olyan magas, meg hát a cukrot nem is mérte ez a teszt, tehát hogy ez egy külön történet, de hogy ezekről tudtam azt, hogy ADHD-soknak érdemes elhagyni, és amikor elhagytuk a tejet, akkor 3 hét múlva mondta azt, hogy anya, most már álmodok, emlékszem az álmaimra, akkor már zene nélkül tudott aludni, és 10-12 órákat aludt. Ő addig nem aludt 8 órát, mondom, ez a gyerek igazából, amióta megszületett, mert szoptatás alatt én is ittam tejet, amit megszületett, nem élt úgy, hogy ne jutott volna a szervezetébe tejfehérje. És most, hogy 3 hete úgy él, mondta, hogy könnyebb vagyok, hát a hasát érezte könnyebbnek, tudok aludni, hosszan alszik, és álmodik. Hát ez is egy nagy döbbenet volt. És csecsemőként sem aludt rendesen? Hát olyan 4-5 órákat aludt, de ugye ez igazából akkor nem érzékeltem nagy különbségeket. Igen, mondjuk csecsemőknél bekalkuláljuk, hogy úgyis ébredünk éjszaka, hol ezért, hol azért. Hogy az olyan... Vagy hogy esetleg napközben nem aludt el olyan könnyen, vagy napközbeni alvásai megvoltak. Nagyjából megvolt, az akkor volt meg igazából, hogyha függőlegesen aludt a hátamra kötve. És ezt sem tudom exakt módon összehasonlítani, hogy akkor mi van, hogyha leteszem, akkor te egy kicsit könnyebben ébredsz. Szóval, és azért aludt sokat a hátamon, mert ott volt a nagyobbik, és csinálni kellett a dolgokat, stb. Tehát, hogy ez úgy adta is magát. De mondjuk ez biztos nagyon jót tett neki. Azért ez biztos, igen. Azért ez egy nagyon jó helyzet, hogy a hátadon aludt egy csomót. Igen. Még mindig nagyon sokat meséltél arról, hogy mit olvastál, hogy mit tudatosítottál, de hogy mit éreztél? Mit éreztem? Azzal kapcsolatban, hogy valami baj van a gyerekeddel, hogy nem stimmel a gyereked. Hát először megijedtem. Tehát, hogy meg bűntudatom is volt, hogy biztos valamit rosszul csináltam, valamit nem kellett volna enni, mondjuk a terhesség alatt, bármi ilyesmit. Tehát amikor azt gondolod, hogy te vagy a hibás egy helyzetért, mert hát hirtelen másra nem is tudtam gondolni. Pedig ugyanúgy étkeztél a terhesség alatt, mindent ugyanúgy csináltál, persze, mint az első gyerekkel. Igen, az elsővel rendkívül szigorú is voltam, a második nemmel egy kicsit lazább voltam, mintem az elsőnél nem ittam kávét, csak koffeinmenteset, de a másodiknál mondtam, hogy életben kell maradni, muszáj kávét inni, legalább 2 naponta. Szóval ilyeneken gondolkoztam, vagy ilyeneket éreztem, hogy akkor én vagyok a hibás, amit rosszul csináltam. Volt aztán egy megnyugvás, hogy ez vele született, tehát erről nem tehetek, az egy picit felszabadított, és aztán volt kétségbeesés is olykor-olykor, hogy ezt hogy oldjuk meg? Merre kell elindulni? Mi az a lehetőség, ami elérhető számunkra?
hova tudok menni, kihez vigyem, meg tudom-e oldani a munka mellett, hogy hazaérek Budapestről, mert Budapesten dolgozom, hazaérek Budapestről, gyorsan összeszedem, átviszem megint egy másik városba, faluba. Szóval, hogy volt ilyen része is, és van néha nagy megfáradás is, ez most a mostani helyzetben, uh-huh. hogy vajon én ezt bírni fogom. Tehát, hogy a közelében nem lehet kiereszteni. De van, amikor lehet. Van, amikor igen. De igen, ez olyan különös, hogy elképesztő antennái vannak arra, hogy ráérezzen a másikra. 6 éve vesztettük el édesanyámat, agydaganata volt, 10 hónap alatt. És minden hétvégén mentem le hozzájuk, hol egyik, hol másik, hol harmadik unokával. Segítettünk édesapának ápolni, és a lányunk volt az, aki, hát ilyen óvis volt még, aki annyira rá tudott hangolódni a beteg, hol tudok magamról, hol nem tudok magamról, édesanyámra, nagymamára, hogy az valami döbbenet volt. De ez miben nyilvánult meg? Az például, hogy otthonápolás, tehát otthon ápoltuk édesanyát, és jött hozzá orvos, kapott infúziót. És amíg folyt neki az infúzió, ott ült mellette, oda kucolódott, mert végig simogatta, és mesélt neki. Már nem tudom, hogy mit, mert hogy nem elfutott, hogy tűt látok, vagy itt van egy idegen, vagy hú, ez a mamának nagyon fáj. Szerintem azt is felfogta, hogy ez fáj a mamának, és rossz, de végig kitartott mellette. És az nem riasztotta őt, hogyha a nagymama hol tud magáról, hol nem tud magáról? Nem, nem. A lányunk is néha hol álom világban él, elképesztő fantáziája van, tehát olyan történeteket mesél egy szuszra, hogy sokat olvasunk neki, és látom, hogy milyen elemeket szed össze, melyik regényből, Ruminiből, Kuflikból, bármi ilyesmiből, de hozzáteszi a sajátját, és szerintem ez nem abszolút áthidalta, szerintem a fantáziájával. És az anyukát hogy reagált ő rá? Úgy extra reakciót nem emlékszem így hirtelen, mm-hmm. tehát hogy most ő ebből mennyit fogott fel, mm-hmm. éppen a betegségében, vagy mennyit nem, azt nem tudom megmondani. Mm-hmm. Tehát, hogy így kapcsolat nem épült ki közöttük feltétlenül, hanem... Addig is jó kapcsolat volt, tehát hogy az egy nagyon jó, sokat voltak együtt, tehát de volt egy jó nagymama-unoka kapcsolat, igen, aztán lett beteg édesanyád. Igen, igen. És akkor ez a kapcsolat tovább... tulajdonképpen a lányot tovább működtette ezt a kapcsolatot. Igen, igen, igen. Akkor is, amikor nem kapott olyan visszajelzést, mint amit máskor kapott. Igen, abszolút, igen. Igen, igen, beszéltünk erről telefonon, hogy egyébként az ADHD-soknak vannak nehéz tulajdonságai, fárasztó tulajdonságai, igen. olyan tulajdonságai, amik miatt sajnáljuk őket, de hogy van bennük valami különleges zsenialitás, igen. hogy igen. te mit látsz ő benne? Ez a másokra hangolódás, ez a nagyon együttérzés, nagyon kicsi gyerekekkel, idősekkel, szerintem bárkivel, állatokkal, neki magának is van 3 nyuszia, azokkal él együtt az icipici szobájában, van egy kutyája. Igen. 3 élő nyúl van a szobájában? Igen, külön ketrecekben, igen. Plusz egy kutya? A kutya nincs bent, az kint van, csak néha beengedi, és akkor már 5 laknak ott, vagy hát vannak együtt. Tehát ez a ráérzés, vagy a ráhangolódás, az elképesztő fantázia, ami szóban, történetekben, regényekben nyilvánul meg, tehát mindig elkezdi. Még nincs befejezett regénye, de 12 évesen végül is még van ideje. Gyönyörűen rajzol, de az is ilyen elképesztő, fantáziadós rajzok. Néha groteszk, de hát most így kamaszodik, úgyhogy az vagy riasztó, vagy ijesztők is vannak. És nagyon-nagyon szép, tehát ez a rajzolás, kézügyesség. Illetve még egy dolog, ami a kézügyességhez kapcsolódik, hogy az elképesztően nagy kísérletezőket, extrém dolgokat próbál ki, de főzésben is, akár kézművességben, tehát nagyon szívesen farag. Az édesapjuk asztalos, és akkor ő ebbe tud neki segíteni. Egyébként az édesapja hogy viszonyult ehhez az állapothoz? Mert magadról beszéltél, hogy te mennyire... Hát tulajdonképpen neked ez segített, hogy tudd, hogy mivel állsz szemben, igen. és akkor te nyugodt vagy, mert tudod, mit kell csinálni. Igen. Meg egy nagyon nagy elfogadással. És a férjed? Hát neki ez nehezebb. Én úgy érzem rajta, hogy sokkal nehezebb. Azért is, mert nagyon át tudja érezni azt, hogy mi zajlódik bele a lányunkban. Talán lehet, hogy ő is érintett ezen a területen, az az érzésem.
És éppen ezért, amikor így nagyon nehéz helyzetek vannak, tudja magáról, hogy jobb, ha nem lép bele, mert nagyon-nagyon bosszantja a helyzet, nagyon mérges lenne, és akkor abban egyeztünk meg, hogy egy idő után, hogy ő közben imádkozik. És ez nagyon nagy segítség. Volt olyan helyzet, amikor a legkisebbet fektette, és akkor nem volt jó a helyzet. Valamikor a lányunkat ott is kell hagyjam, tehát hogy tudom, hogy felesleges jelen lenni, kell ez az idő, még egy kicsit lenyugszik. Valamikor végig ott kell lenni, de ez olyan volt, hogy egy picit ott hagytam. Én kimentem a kertbe, föl sétáltam, sötét volt már, tehát egy fektetési idő. Én ott imádkoztam, és ő megfönt a kisfiunkkal. És akkor egy 20 perc múlva visszatértem, és olyan érdekes volt, hogy a lányunk nagyon meglepően gyorsan, és egészen másképp nyugodott meg, mint addig. Úgyhogy ő így van jelen. Ő a testvéreivel hogy van? Most kamaszként nagyon sokat torzsalkodnak egymással. Uh-huh. Viszont szoros kapcsolata van az öccsével is, a nővérével is, és nekik is tehát ez egy oda-vissza jó kapcsolat. Azt hiszem, hogy a kamaszkorral is együtt jár az, hogy már a barátok most fontosabbak, például a nővérének. De azért mondjuk szombat esténként még áthívja magához, bebújnak az egy ágyba a két lány, és valamit közösen molyolnak. Kedvenc filmüket megnézik, vagy csak csacsognak, ezt már nem tudom, ez az zárt ajtók mögött történik, de ez mostanában ritkább. Hozzáteszem, hogy a nagy nővére most felvételére készül, úgyhogy hát egy furcsa buborékban él szegény, amiből néha kikandikál, és mi is látunk belőle valamit. Az öcsével, ővele több kapcsolata van azért, tehát hogy többet játszanak együtt, legóznak akár. Ez két évvel idősebb a nővére és az öccse? A két évvel fiatalabb. Két évvel fiatalabb, ott teljesen egyensúlyos a dolog. Igen. És ő neki vannak barátai? Mert mondtad, hogy az iskolában nincs, de hogy bárhonnan neki privát barátja van. Van egy barátnője, illetve az egyik unokatestvére, aki 9 hónappal idősebb nála, akivel gyakorlatilag össze vannak nőve. Bármilyen családi rendezvényen, akkor ők ketten, már nem is látjuk őket, és jól el vannak. Van egy barátnője, aki jó iskora óta barátnője, illetve az az igazság, hogy ha megkérdezzük őt, hogy van-e barátja, tényleg csak ezt a két szemét emlegeti, viszont hozzánk el szokott jönni még 1, 2, 3, 4 kislány. De őket nem tekinti barátnőjének. Aha. Úgy. De ők ritkán az osztálytársai? Osztálytársak, igen. Tehát akkor még végül is van pozíciója az osztályban. Valami van, de ugye az is kérdés, hogy ő mit tekint annak, hogy akire mindig számíthat, és csak az enyém, lehet, hogy ez. Még nem tudtam vele igazán körbejárni. Valamennyit már beszélgettünk róla. Úgyhogy van szak, hogy ők lehet, hogy más csapathoz tartoznak, és akkor néha csapódnak ő hozzá, és nem állandósulnak annyira, mennyire lehet, hogy neki lenne igény rá. Tehát, hogy velem az anyukájával is most rendkívül szoros a kapcsolata. Nagyon-nagyon sokat hív telefonon, ha nem vagyok otthon. Pedig tudja, egy 2 óra múlva otthon vagyok, de mégis. Az igénye, az elképzelése valószínűleg neki más a barátságról, mint a többi gyereknek. Egyébként ezt szokták is mondani, hogy ha egy gyerekről kiderül egy ADHD, és akkor meg kell nézni a szülőket, mert valahogy ez öröklődik. És a szülőknek, még hogyha érzik is, hogy talán érintettek, és hogy ők is hasonló dolgokkal küzdenek, nem szívesen néznek szembe azzal, hogy most felnőttként kapjanak egy diagnózist, amivel eddig nem éltek együtt. Persze. Tehát ez még egy külön kör lesz, hogy a férjed ennek aláveti-e magát, vagy vállalja-e, hogy őt is kivizsgálják, vagy például szerinted könnyebb lenne, hogyha a férjed kapna egy diagnózist, és tudná, hogy ő milyen, vagy ahogy így elvagytok, ez már így elég? Nem hiszem, hogy könnyebb lenne, és nem hiszem, hogy alávetné magát ennek a dolognak. Lehet, hogy alakulni fog ez a helyzet, persze, tehát nem zárnám be teljes, nem ezt az ajtót, úgymond, de pillanatnyilag nem hiszem. Gondolom, hogy kapcsolatban vagy, mondtad is, hogy azért elég sok közösségben vagytok, és vannak olyan szülők, akik szintén érintettek. Talán látsz olyan gyerekeket, akik már felnőttek, már nagyobbak, már egyetemre kerültek, vagy akár már egészen felnőttek, de gyerekként már diagnosztizálták náluk az ADHD-t, hogy látsz magad előtt egy utat, hogy ez az ADHD-s állapot, ez a későbbiekben hova fog fejlődni? Korábban jártam pszichológushoz, és vele beszélgettünk hosszabban erről.
vagy hát témaként világos bevittem, és ő mondta azt, hogy azért 21 éves korukig körülbelül a nagy különbségek elcsitulnak. Világos, hogy egész életében ADHD-s lesz az, aki így született, de hogy sokkal könnyebben megküzdhető lesz már akkor, vagy ha még jobban tudatosul, akkor tud magának egy csomó minden olyan szokást kialakítani, ami segíti a mindennapi életben. Ami így perspektíva bennem van, az az, hogy hogy erre készülök lélekben, hogy a kamaszkor amúgy sem könnyű, vele még azt hiszem, hogy nehezebb lesz, de hogy az van bennem, hogy ez olyan, mint egy virág, hogy ki fog bomlani, tehát sokkal több gondozás kell neki. A másik virágaimnak, a nagyobb meg kisebb virágomnak mondjuk elég egy pohár víz, és nem kell egy vödörrel, mert akkor a gyökerek kirohatna. Ennek a virágnak viszont, mondjuk ez mocsári növény, ennek egy vödör víz kell. Arra nem gondoltál, hogy lehet, hogy a három gyereket közül ő lesz, aki valami nagyot hoz létre? De gondoltam rá. Most ez a nagy terve, hogy ADHD-s gyerekeknek fog egy iskolát alapítani. Komolyan? Uh-huh. Igen, ez a terve, igen. Akkor valószínűleg nagyon sok ilyen nehéz tapasztalat gyűlt föl benne, amit szeretné javítani. Igen. Amúgy lehet, hogy megcsinálja. Elképzelhető. Ez volt a Mégis Podcast. Vendégem volt egy édesanya, akinek középső gyermeke ADHD-ban érintett, és komolyan próbára teszi a családot. Mégis ő az, aki a legnehezebb helyzetben megtalálja a legjobb mozdulatot. Nevét még nem tudja adni az interjúhoz, de azt reméljük, hogy hamarosan ez már nem fog nehézséget jelenteni senkinek ebben a témában. 8 részes podcast sorozatunkat a Szerencsejáték ZRT támogatja. Adásainkat Spotify-on, a népszerű podcast applikációkban, a Képmás YouTube csatornáján és a képmás.hu podcast rovatában is megtalálják. Iratkozzanak fel, hogy az új adások megjelenéséről azonnal értesülhessenek. Ha tetszett műsorunk, értékeljék az epizód alatt, és osszák meg mindazokkal, akiknek jót akarnak.